ebben a videóban 80 dolgot fogok nektek mondani 84 karakterről, amit nem tudtatok. És ez az eddig legnagyobb videó, mostanában, hogyha azt mondom, megköszönöm, hogyha rácsaptátok arra a feliratkozás gombra, ugye, és többet jelent, mint gondoltátok. Ezek már pedig köszönöm a World of Warships-nek, hogy támogatták ezt a videót. Álljátok össze a barátaitokkal, és találjátok ki fantasztikus stratégiákat, és süllyesszétek el az ellenségeitek hajóját. Ebben a játékban megvan minden a hatalmas hajóktól, és a ropakkal dorombolók ki. Szabszemélyen a flottádat, érjen új fejlesztéseket, és ő rájátszik a tengereket. Hogyha elkezdtek tölteni, akkor pedig kattintsatok a leírásban lévő linkre. Teljesen ingyenes is tenni, hogy megéri, mert ilyet máshol nem láttok. Ki van rakva a leírásban, a link is, és a komment szekcióban is honnan le tudjátok tölteni teljesen ingyenesen a játékot. Amúgy, hogy ne hagyjátok ki, ezek mellett pedig itt fel egy gameplay, hogy indítottam. Na jó, akkor kezdjünk bele. Oké, okay, let's go. Fáj, tudok, mint a rohadt, tehát mi a szar. Azaz jó, kiszen tényleg a szar nagyon jó. Oké, okay, megvan a team, megvan az A. Ha, le lehet előni, mint most, amikor az alattom mellett fog menni mi, vagy azt nem mondta, hogy azt nem, ne, az lehetetlen. Baj, nem eltalálta, mi a fasz? De most? Te szarra, baj, de mi a szar, úristen, mit kapott szegény? Ha, nem tudom, hogy ilyenkor ezek olyan botok-e vagy replayerek, de hát mindjárt nyerünk, ha minden igaz, amelyeket egész jó akkor. Oké, okay, nyertük, ez amúgy ezt elég jó voltam, hogy. Próbáljátok ti is ki mindenféle képen, a leírásban lévő linkkel. De ez most már vissza a videóhoz. Első Shelly. A baj, a Shelly skin az nem volt free az új playereknek régebben, hanem ugyanúgy 30 gembe került. Régen a Colonita minden bevétele egy jótékonyságba ment, hogy el tudja állítani a tüzet valamilyen Ausztria felé, nem tudom, hogy már pontosan hogy volt. A Coltnak a Silver Bullet gesítje régebben több mint 3K-t tudott damage jelni, és brutális OP volt, mivel azóta van nerfelt. A Bulldog a szuperje és a sima atakja sohasem volt változtatva, mármint úgy, hogy 7 éves időig működött. Ugyanilyen volt a range, a szupernek ugye egy atak volt, ugye is több eset, több eset. A Protok valójában nem is tudtak átdamage jelni az ammóin a falon, mivel régebben sokkal kisebb volt a hitboxa az ammóknak. Elprimo. Az elrudó Elprimo az egyetlen olyan skin, ami balra néz. Hetedik báli. Ha összekövetted a szuper szélidet, akkor kapsz egy free báli skint. 8. Poku. A Pirate Poku az egyetlen olyan skin, aminek nincsen a gitárján ilyen tudjátok. Ezek a dolgok, amiktől egy gitár lesz. Rudo szuperje régebben sokkal tovább tartott, mint most, és sokkal többet is levette nem isből. Jesse. Pam Jesse-nek az anyja. Dynamike. Dynamike-nek van egy hiba a sapkája, Tick. A Gatorade módban volt egy glitch, aminek köszönhetően végtelen ideig túlhetett Tick. 13.8. Volt egy olyan Star Power, aminek köszönhetően lehetett még egy életet, de sajnos ezt azóta már kivették. Rikónak alapból Ricochet volt a neve. 15. Daryl. Daryl-nek a szuperje régebben vagy 6-szor hosszabb volt, mint most. Pelinek régebben volt egy olyan Star Power, aminek köszönhetően, hogyha meghalt a turretje, akkor kilőtte az összes benne maradt, időzősen benne maradt lövedéket, ami nagyon OP volt. Kárnak volt egy harmadik Star Power, aminek köszönhetően a szuperjével falakat tudott rólamalni. 18. Jackie. Jackie volt az első karakter, aminek damage-elős, de közben mégis egy damage-elős szuperje volt. Ezt rakjátok össze. 19. Gas. A kicsit számolt felett robbantja a gadgetter régebben nem csak damage-el, de még hátra is lökött. 20. Boo. Boo-nak még bétában a szuperjével 3 mind helyett 4 mind tudok rakni. Ems. Ems-nek Poku van a telefonjában. 22. Stu. Tudnak, régen volt egy bug, aminek köszönhetően a szuperre vissza is lökött téged. Piper. Régen a busos Star Power-je 5-öt a legjobban damage-elni nagy range-es karakterként. Pam. Pam Jesse-k az anyja. Jó, tudom, köcsög vagyok. 25. Frank. Franknek van a leghosszabb pin hangja. Huszonhatodik Bibi. Igen, amikor kijött a Bibi, akkor az atakjának az animációja úgy nézett ki, mint most Primónak. Binek volt egy Star Power-je, aminek köszönhetően túl tudott élni egy HP-n, ami olyan volt, mint Rekkőnek a gecsitje. 28. Nani. Nani, a valósítom, hogy tudsz egy Nanit. Tudom, fura. Edgar. Régebben mindenkivel csinálta a boss fightot, mivel Insignia rohadt OP volt a Power Cube-okkal. Griff. Griff valójában egy ember. Oh my god. 31. Grom. Grom-ot meg lehetett szerezni egy hittel hamarabb a megjelenés előtt, egy csenyűtek köszönhetően. Bonnie. Régebben, amikor majd bemutatták a Brotokban, mindenki azt hitte, hogy ő lesz a legjobb karakter, de nyilván sajnos nem. 33. Gel. Gel-nek a megjelenéskor nagyobb volt az atakja, és plusz egy dolog, amit nem tudtál, Gel, amikor szupereztél, még hátra is tökötték egy picit. 30. Colette. Régebben olyan rossz volt kiadáskor, hogy nem lehetett vele megölni egy lobb HP-s karaktert a szuperre nélkül. Bell. Bell Brotokjában köszöntünk Gel Ryan-től. Hashtag RIP. Amúgy nagyon durva belegondolni, hogy lehet, hogy van itt olyan ember, aki azt se tudja, hogy ki volt az a Ryan. Jesus. Ash az egy szemetes kut, nem viccelek. Hogyha a range-bája maxos, akkor akár 2-szörös damage-et is tud damage-elni, ami az eléggé brutális. Lola egója ugyanannyi damage-elt, mint Lola a kiadáskor közelre. 35. szem. Szóval az egyetlen karakter, aki szuperrel kezd. Mandy. Bennek nincs fénytelen szuperre. Maisie. El a karakternek van a leges legrosszabb autóhatakja, szóval ezzel sohasem autói mehetek. 41. Hank. Amikor kijött Hank, akkor nem lehetett látni, hogyha a bushban csinálta az ammóját. Fel. Szerintem senki sohasem használta a healer gadgetjét, én azt sem tudom.
tudtam például, hogy létezik olyan neki. Legyen Lori. Ez egyetlen karakter, aki teljesen meg tudja switchelni a fegyverét. Angelo. Angelo Level 3 Barry. Ő is buz. Ő az egyetlen karakter, akinek köszönhetően végtelen power cube-ot lehetett. Tudom, hogy meg tudom nyegetet csinálni másra is, de ővel volt a legjobb ez a bug. Mortis. Régen volt egy nagyon vicces bug, aminek köszönhetően át tudtál vele menni a falon. Kár, hogy ezt kivették. 47. Tarot. Volt az első fekete nő karakter. 45. Jean. Jean 1000 éves. Elvileg. 49. Max, ő a kedvenc karakter. Ne! Maxnak volt a legrondább profilájkonja régebben. 50. Mr. P. Sprout. Igen, én vágom, hogy ott is én is észrevettem, hogy itt nincs meg a Mr. P része, ugyanis így nem tudom, hogy eltűnt a fájlból. Úgyhogy, hát ez nincsen Mr. P. Sprout brutálisan bugos volt régebben, és még most is brutálisan bugos dolgokat lehet vele csinálni. 52. Byron. A Mr. ikonja rajta van a szövén. Na, hogyha ezt tudod, akkor tele megeszem a kalapom. 53. Squeak. Ő lefszak a nyála, vagy mi. 51. Lu. Lunak van a legkevesebb damage elő szuperje. Értedek. Refs. Refs a kiadáskor volt a legkevesebb ammo delay-e, vagy mi. Ahogy ő tudta a leggyorsabban kiülni az ammókat, amíg most is brutális. 56. Buzz. A Kaiju Buzz a Super City rampage-ben van, ami kihírt egy szidon után, kinda hiányzik. 57. Fank. Fank ki tud szuperezni az ötfélet mapból a Hypercharge-ával. 58. Eve. Ő volt az első karakter, akit át tudott menni a vizem. Jó, ne üljetek meg, nem könnyű ilyen érdekes Eve dolgokat találni. 59. Janet. Ő volt az első, aki fel tudott repülni a levegőbe és onnan támadni. 60. Otis. Ő volt az első karakter, akinek olyan szuperje volt, ami le tudott műtolni az enemit. 61. Buster. Ő az egyik legjobban nerfelt karakter a játékban. 52. Ray. Ő volt az első olyan karakter, akit meg lehetett szerezni questekből. 56. RT. Volt egy olyan aminek köszönhetően egyszerre tudott Jackie atakolni és sima atakolni egybe. Nem tudom, nagyon fura volt. 51. Willow. Régen van, hogyha vele szuperesztél, akkor kisesed az egész game. 65. Dang. De úgy az első olyan karakter, aki újra tudott valakit éleszteni a szuperjében. 66. Charlie. Ő az egyetlen karakter, amivel ki tudod építeni a mávot. 67. Charlie. Volt egy bug, aminek köszönhetően örökre túl lehetett vele élni a szorban. 65. Mikó. Amikor kijött a Viking Mikó, vagy mi a tök, akkor látszódatlan volt a skin. Tényleg, nem viccelek, tényleg ilyen volt. 69. Melody. Milyen érdekes, hogy pont Melody a 69. 70. Lady. Ő a második karakter, aki át tud menni a másik dimenzióba. 71. Lancy. Vagy aki kitörleted a széfet 2 másodperc alatt. 72. Mu. Ő az első olyan karakter, aki tud a föld alatt is menni. 76. Spike. Olyan te is azt hitted, hogy Spike nem tud beszélni? Nos, hát igen, tud! A Dark Lord a Spike Wingben beszél, ezek mellett még egy ilyen régi BSS karácsonyos tudva is beszélt, ajtos nincs kedvem megkeresni, bocsánat. 71. Crew. Ő volt Spike Mart az egyetlen legakari, aki bent volt a bétában. 70. Leon. Régebben akkor se látott vele az enemi, hogyha benne volt a pofájában. Igen, brutálisan OP volt. 76. Sandy. Ő egy fiú. 77. Ember. A másik esetével lehetett 6K-t is damage-álni. 78. meg. Ő volt a legszarabb legendary kiadáskor. Nem viccelek. 79. Surge. Neki régebben a falról bounce-oló Star Power-je, akkor is bounce-olt, hogyha csak lőttél vele. Persze régebben. 80. Chester. Ő tudta legtöbbet damage-álni egy amúval közelre. Vagyis hát gondolom. 80. Cordius. Ő az első karakter, akivel átment a másik dimenzióba. Jó, tudom, hogy csak vagyok. Amikor kijött volt egy bug, de aminek köszönhetően végtelen szupered lehetett 6 Power Cube-on. 83. Draco. Draco-nak a másik gadgetje a Binnek az 1 HP és Star Power-re lett mintázva. 81. Kenji. Ő a legrosszabb legendary valaha ebben a szaros játékban. A Na de viszont ez a videó is lett volna, és tényleg nagyon-nagyon remélem, hogy tetszettek, ugyanis ez volt az eddig legnagyobb projektem. Hogyha esetleg igen, akkor mindenféleképpen nyomjatok ki a lájkot erre a videóra, és iratkozzatok fel, többet jelentem, mint gondoljátok. Na de viszont akkor, sziasztok, csöcsön mindenkinek!